Mintegy 600 fotóból válogatták ezt a kiállítást, amely Laufer László munkásságát, hivatását fémjelzi. A fotóriporter 65 éves, életéből 43-at a Dunántúli Naplónál dolgozott. A leírhatatlanul sok élmény, élethelyzet, azonnali reagálás, jó szem, gondolat megvolt és megvan nála csak úgy, mint a végtelen türelem. 40 évig dolgoztam, az első 3 évben képtávírókezelő voltam, fotolaboráns voltam, azután az újságíróiskolán végeztem a fotóriporter szakot, és 1984-ben jöttem haza, tehát 84 óta vagyok fotóriporter. 84 májusában kaptam a diplomámat, és akkor lettem fotóriporter, és csak egy adalék hozzá, hogy mennyivel másabb volt akkor a szakma, mennyivel másabb volt dolgozni, hogy én a diplomaosztómon tegeződtem össze az akkori főszerkesztőmmel. Addig szigorúan magáztuk egymást, mit szigorúan bácsival. Október 1-től nyugdíjas, több ezer felvétele van otthon, 15 évvel ezelőtt elkezdte digitalizálni a legrégebbi filmtekercseket. Ez a kiállítás, amit itt a Pécsi Kulturális Központ Apáczai Galériában létrehoztak számára, egy meglepetés kiállítás. Egy Tomisa Sándor nevű barátomnak az ötlete volt. Ővel csináltunk itt a nevelési központban már 2 bemutatót, részben a rendőrökről, a Baranya-megyei rendőrökről, a részben a pécsi laktanyákról. Ő egy nyugdíjas katonatiszt, tehát neki ezek a kiállítások közel álltak, ő szervezte meg, és múlt héten pénteken értesültem róla. Tavaly nyáron jött az ötletük, hogy csináljanak nekem egy ilyen kiállítást, évvégén álltak neki szervezni. Engem valamikor a nyáron kerestek meg, hogy azért, ha már meglepetés kiállítás lesz, akkor szeretnének kérni tőlem képeket. És akkor végül is valamikor a nyáron átadtam nekik egy pendrive-on 600 képet az elmúlt 41-2 évemből, és teljesen rájuk bíztam a válogatást, és most néztem végig az anyagot, nagyon, nagyon jól válogatott a Tomisa Sanyi, illetve itt a nevelési központnak a munkatársa, Vikár Csaba. Mint mondja, szívesen beszél a jövőben képeiről, múltjáról, várja az élet további lehetőségeit. Amit tudok, hogy én az archívumomat nagyon fogom tovább csinálni, remélem, hogy lesznek megkereséseim, nagyon szívesen elmegyek bárhova, vetítek, nagyon-nagyon sok vetítésem is volt már az idejében, a részben a Mecseki Fotóklubban, akkor az egyetemnek a Senior Akadémián is nosztalgiáztunk egy ilyen jó ízűt, tehát remélem, hogy ezek folytatódnak. A Laufer 65/43 kiállítás megtekinthető a Pécsi Kulturális Központ Apáczai Művelődési Ház galériájában október 22-éig.